Isten! Hello! Ó, Istenem! Szépek a hajóid! Sirius! Sirius! Beküldte a hadseregét a flottára. Yeah. Igen, mert megállítottam a flottámat, de a hadseregről elfelejtkeztem. Gyerünk, mutassátok meg neki, pusztítsátok a karzakokat. Pusztítom őket, ott van a flottám. Az nem fog még tudni elmenekülni egy picit ideig. Addig fogjanak, fújjon a férgese. Na és jön Sirius is a szétvert hajóival, még az ő odaveti magát. Nem hadihajókat lőttök szét, de nagyon lelkesek vagytok. Hú, ezt elbasztom. Sirius, javaslom, hogy azonnal vont vissza a hajóidat onnan, mert ott fog beugrani a 2500-as erővel. Látod őket? Nem, látom nem őket. De úgy van egy sejtésem. Hát a szembe lévő flottát látom. Transport Fleet 3, na ezt létszi küldre. Finom lesz. Gyertek már, robotok, ne legyetek beszarik. Jönnek, csak nem ott. Két oldalról fognak jönni, úgy érzem. Nem úgy érzed, hanem két oldalról jönnek. Tehát, hogy ez nem egy ilyen feltételes. Freddy, jól baj. Ismersz. Freddynek már van tapasztalata a fajtát. Én tudom, hogy van, mert defenzív pekre lépek mindenkivel, akit a robotok meg fognak támadni, úgyhogy... Jó van, én meg itt fél óra beszélek, és rájövök arra, hogy bagadj. Be volt. És se tűnt. Szeretnék is, mint vásárolni élelmet. De most már csak plusz 18 van. Na, nekem is kéne építenem farmokat. Nem tudom. El fogok fogyni. De akkor pakolok embereket a farmunkba. Nekem is kéne farmokat csinálnom. Egyébként inkább minden bolygómra van bónusz a kajákra, aztán nem foglalkozok oda igazán. Meg vannak radioaktív kis állatkereim is. Oké, valami történt. Kaptam egy csomó sugárzást, fantasztikus. Gyakorlatilag Fallout azok. Volt már protomolekulám is, de most Fallout. De hol is van a 12? Ez diffúzia tartad? Tehát, hogy... Ha? Oké. Te tudod. Én a végsőkig itt fogom tartani ezt a flottát, és a Nokia flottával meg agyonverem, aki ide próbál jönni. Nézd, az csak... Ime egy új civilizáció. Az Opalin Commonwealth. Kis aranyosok, nézzétek. Felemeltem őket. Mutam, milyen megnézem, várj már. Hol van? Na és van egy Ascension perkem. Mi legyen az? Van egy Ascension perkem, mi legyen az? Nem tudom. Federáció. Igen, az nem egy Ascension perk. Ideje lenne. Igen, mert megfogunk egy hírt magyarul. Nem át. Robotokkal váljak, vagy pedig telepatákkal? Várjál robotokkal, és akkor együtt... Telepatákkal. Telepatákkal fogok válni, köszönöm szépen. Utállak. Wow, és ez most milyen jó? Ez egy telepatikus vagyok, nem jó? Nem tetszik valami? Ez merőben minden. Meghalt a Deveron. Hát ezt elvesztjük, bástya. Az utolsó kik harcunk a robotok elleni szent háborúban. Pálutcai fiúk, mi? Ah, el is van. Lopni akarják a gittemet a robotok. Építs közben is hajókat amúgy. Hát... Már nincs nagyon művel. Meg amúgy ott a egyetlen izém. A shipyardom. Amit éppen támad. Aztán meg másikat meg nem nagyon tudok csinálni már. Pedig még csak nem is erősek a hajóik egyébként. Csak a bónuszok. Ja, igen, meg hogy iszonyatosan gyenge a... Tudod, hogy kell upgrade-ani a hajóidat? Ki? Mi? Turca, tudod, hogy kell upgrade-ani a hajóidat? Wow. Nincsenek csak red lézereid, azt nézem, hogy egyes szintű fegyverekkel háborúzol. Ja. Yeah. Miért magad csak át Sinusnál? Vagy Siriusnál? A robotok. Nehéz kérdés amúgy. Na nem baj, jó háború volt. Hallod, itt megverem őket amúgy mindjárt. Szeretnék élelmet venni, valaki küldöm, hogy meghalok. Bazsa, én nulla termelek és nulla van. Tudod, hogy nincs bocsánat. Ó. Te mit csináltál? Most... Minek szörendőröltem? Turca, ez nem így működik. Megadtad magad és a szövetségesedet is. Ez nem jó. Oh my fucking god! De csináljuk vissza! Ezt vissza kéne csinálni. Ezt nem tudtam. Nem.
Ez egyáltalán. Mikor a legutolsó mentés? Januárban mentettem legutóbb. Édes Istenem. Ops. Túrsz, a szép volt, még kinyírtad a galaxist. Ops, összekrasott a játékom. Akkor... Freddy, you had one job. Beleránt a megadásba, az úgy nem jó. Nem arra értem, hanem hogy federációt alapítani. Most fejeztem be a science-et, most még egy fókuszt megcsinálok, befejezem a izét. Aztán azt mondtad, hogy nem lehet hozzáadélni erre, csak elvesztetted a teljes birodalmadat, mert... Tudom, arra értette, hogy nem tudok hozzá. De ez tényleg akkor... Tudom, csak ez tényleg akkora bullshit, hogy így... A Sirius-iak azt mondja, hogy oké, akkor megadjuk magunkat, és így varázsszerűen a hillatidok beleszállásodnak, hogy az összes rendszer átfülön a robotokhoz. Én meg elkezdtem havonta 17 kaját veszíteni, mert a hillatilag tartanak életben. Osztoljál már! Én lehetem meg kajával az ég. Szerintem most már átbízom az AI-ra, a birodalmamat úgyse fog sok különbséget tenni hozzám képest. Szeretnél beszállni egy másik civilizációval a játékban? De hogyha az AI megadja magát? Ja. Nem tudja megadni, soha nem adja meg magát, mert -1000 véleményem van arra, hogy ki lennék írtva. Sirius, szeretnél a Trogodonkkal játszani Sirius helyett? Már semmivel, vagyis még visszajövök, akkor ezt még megcsináljuk, amit mondott. Micsodát? Vagy mondjuk lehet, hogy ahhoz én nem kellek. Most halt meg a Gavaroram éppen. Hát hogyha úgy döntöttél, hogy megadod magad, és nem próbáljátok meg még egyszer ezt a csatát, vagy ilyesmi, akkor igazából... Ezt sehogy se tudnám megnyerni. Nem fog változni. Karsi, akkor te visszamondom, hogy oda Budából átvonod Hupehelybe a flottádat, én oda akkor megfogom az én flottámat, és szépen átvonodok. Szóval akkor te teljesen ki akarsz szállni ebből a hub. Aha. Igen. Oké, okay, én is. Mondd csak gyilkos. Ha már úgyis megnyerted ezt a háborút. Kristóf az, aki eltartott téged, hogy ne menj sődbe. Kértem tőle, de meg is fizettem. Csak neki köszönhetően tudod megnyerni ezt a háborút. Hát igen, de... Ő az egyetlen ember, akivel tudok beszélni, mondja az, akit a fél galaxis támogat. Jó, hát tudod, hogy engem miért támogat a fél galaxis? Mert nem vagyok egy sorozatgyilkos, pszichopata őrült. De igen, kis is egyetett. Kicsit. Úgy... 30. 40 ezer... Nem, 25! Csak 25 energy credit-tel. Az igen. Havonta. Igen, gondoltam, hogy nem összesen. Unokásnak két unoka is van. De most már megbírnám. A következő célpontja vagy a Trogodon lesz, vagy pedig a Szemtelen, és megy feléd, Freddy. Tudom. Rest in peace, ó magyar Sirius Illuminatus Gyíkrodon, túl jó voltál erre a világra. Milyen hosszú idő kimondani. Mindig a legjobbak távoznak a legkorábban. Jaja. Favin? Nem játszom, köszönöm. Nem is fogsz majd a továbbiakba se, vagy majd még eldobd? Majd tervezem, valószínűleg megvárom akkor majd a következő értékindítást, és akkor majd jövök egy saját fajjal, mert ez amit a gép művelt ezzel a birodalomra, ez valami borzalmas. Részvétem. Ezt most újra kezdeni, nincsen az Isten. Oké, de azért köszönöm, hogy volt türelmed eddig. Ez tipikus az AI-ra. Amiatt játszunk AI-nak adott bónuszokkal, mert anélkül nem építkezik, úgy gondolom, hogy az a legjobb, hogyha egy helyben üldögél. Aha. De szomorú, azt hittem, hogy ennyi idő eltelt, utána azért már kicsit ráhúztak, hogy életképesebbek legyenek. De elvileg majd most a következő nagy váltása a játéknak az lesz, hogy nem ez lesz a bolygó építős rész, hanem nem lesznek tájlok, vagy legalábbis valami más módon, és ezt jobban fogja tudni kezdeni az AI, mert jelenleg az a probléma, hogy annyira mikromanagement, hogy ezt emberek, hogyha elég türelmesek, akkor persze megcsinálják, de az AI az nem tud mit kezdeni azzal, hogy hova mit tegyen, pedig csak néhány kódsor lenne elvileg, csak utána meg azzal kell számolni, hogy lesz így pénz elegendő, mit tudom én, hajókra vagy egyebekről, szóval... Ja, a lényeg az, hogy nem bír vele, mert túl bonyolult neki a játék jelenleg. Ja. Mert akkor még gondolnia kellene előre, hogy ha ide ezt építem, az ennyire a feltartás. Igen, igen, és akkor az a standard AI az úgy néz ki jelenleg a játékban, ez most moddol, de ez egy keveset javít, de nem tudja alapvetően megoldani a gondokat. Úgy néz ki jelenleg az AI a játékban, hogy a játék elején épít, kimaxolja a flottáját, még tovább maxolja a flottáját, és utána csődbe megy, és utána nem tudja fenntartani a flottáját, és lemarad a játékostól, akármilyen béna szinte a játékos. Akkor tud veled versenyezni, hogyha very faston játszol, mert akkor te se tudsz... akkor az az előnye, ugye, hogy ő automatikusan csinál dolgokat, mert a számítógép az gyorsabb nálad, te meg nem tudod optimalizálni a civilizációdat lényegében. Akkor lehet, hogy Turca a Trogodonkkal se lenne túl boldog, nem tudom. Jó, van, akkor köszönjük szépen a játékot. Nem, tényleg nincsen semmi baj, nekem tetszett a játék, meg a csapat is faszott. Nekem csak ezzel van bajom, hogy az AI mit művelt ott. És ezt nekem most mindenben újra kezdeni ennyi idő után. Megértem, akkor remélhetőleg legközelebb majd ráérsz az első játéknál, és akkor hozod a sajátodat. Nem lesz ilyen probléma.
Akiket helyettesített, azokat is kiszúrt az AI, mert elkezd építeni hülyeségeket. Például a talakoroknak volt egy időben 6 darab construction shipje, és nem tudott hol menni már. Hello, nekem még mindig megvan a construction shipem, 5 darab. Ja tényleg, neked hogy sikerült a civilizációdat felépíteni? Csak 3 bolygóval. Hát, nekem nem épített annyira szart. Lehet azért, mert nem kellett olyan sok mindent kezelni, mert nem advanced-ként kezdtél vele. Nem tudom. Hát meg landlockolt vagyok, úgyhogy igazából nem volt hova terjeszkedni. Nos, terjeszkedése van a baj, hanem amiket megszerzzek, ott utána nem fejleszti rendesen. Kolonizált 3 bolygót és ennyi. 2. 3 van összesen. Amilyen rémesen kinéztek, az zseniális volt. Ja, igen, ilyesmire gondolom. Bekolonizált egy 12-es ilyen aprócska bolygót, ami tele volt 10 évvel tájablokkerrel. Zseniális. Melyik bolygód az? Macsannó? Nem az 23-as. Ilyen. Nem, a Taki. Macsannó az zseniális, én nagyon bírom azt a bolygót. Hát látom. Hát igen. Akkor ezt észbe tartom, hogy ha jön is újonnan valaki ember, akkor figyelmeztetem, hogy az AI-jal lehet, hogy pakolnia kell a dolgokat. Lehet az lesz, hogy nem tudom, adok neki nyersanyagot, hogy átépítse, vagy előtte mi az beszállok én még single playerben konzollal, hogy manuálisan átépítsek mindent. Hogyha valaki azt mondja, hogy szeretne jönni, akkor csak meg kell várni, hogy átépüljenek az épületek, de legalább úgy lesz optimizálva, hogy én szoktam. Talán akkor ez lesz a beugrásos dolog helyet. Csak akkor előre kell majd tudnom, hogy jönne valaki, mert most például Favin neked egy utolsó pillanatban tudtuk, hogy biztos akkor tudsz jönni. Igen. Új főbolygón van, drága barátaim. 485? Nem, Rovagrend? Nem. Rossz vagy Rovagrend. Nem kapsz technológiát tőlem. Odaadod a másik robotnak. A szenzorimet sem fogom megosztani, mert látnád az összes szövetségesemet, akik mind a robotbarátod ellenségei. Nem támogatom Katát, csak az energiakritérbe támogattam, máskülönben nem. Na, gyilkolhatjátok. Mosom kezeimet. Igen. Kaptam egy olyan peace offert, amit lát. És akkor autodeklinolva volt. Vagy hát, hogy bebagolt, visszavonta az AI, mert ő tudod, hogy ott nem tudod. Megint oda akarták adni neked a hilotidokat is. Peti, az enyém leszel. Te ne essen bele, már mindjárt 10 000 minerálom van. Mit kezdek én ennyivel? Átérzem. Nem tudsz mit kezdeni 10 000 minerállal? Hát én építkezek meg mindent, de hát... Tényleg neked annak a kitalálva habitátum építés. Na, Freddy, milyen játék volt? Határozottan élvezetesebb, mint amikor legyalulsz. Elekülök. Milyen nagyon sok a kis vazaldosaim. Tényleg tök cukik. Igen, azok az autoriter, zenofó... Barátságosok és szeretnek engem. Ja. Én is szeretem őket. Akkor nem zenofóbok. Nem, zenofobok legtöbb, lakos pedig mostantól, Senkan az első, Karzak a második. A Karzak kettes modell, egész sok van már belőle. Felváltja az előzőt. 22 van az újból. Jaj, úgy figyeltem. Tragodonok a harmadikok, Vorzianok a negyedikek, Bakuk az ötödikek. A Bakukat lehet, hogy elpusztították a civilizációkat, de tovább élnek minden birodalomban, akik a sivatagos bolyókat akarnak kolonizálni. Na, én köszönöm szépen a játékot, Kristi.